Nem azért cselekszik egyikünk sem, hogy erről mások megemlékezzenek. Ha ezt tennénk, nevetségessé tennénk magunkat. De mivel érezzük azt, hogy az Isten ránk bíz feladatot, hogy a hitet továbbadjuk, hogy a fiataloknak megmutassuk, milyen nagyszerű kincset jelent a bizánci egyház gazdagsága, hogy a mai embernek, amelyik elveszítette iránypontjait, amely céltalannak érzi az életét, mert nem tudja, hogy merre van az Isten, nem tudja, hogy merre van a templom, lassan nem tudja, hogy merre van fönt vagy lent, előre vagy hátra, annyira összezavarják a mai embernek a gondolkodását. Nos, ma, ami bizánci egyházunk, irányt tud mutatni, mert az embereknek éhsége van ezekre a határozott, világos irányokra. Nem nagy dolgokat kell kitűzni célul, a szemünk előtt tartani. Ha bármikor azért teszek nagy dolgot, azért tennék nagy dolgot, mert azt kívánnám, azt szeretném, hogy erről sokat beszéljenek majd, hogy ezzel én bevonuljak a történelembe, hogy ezzel valami rendkívül jelentőségű tettet hajtsak végre, arról általában megfeledkeznek az emberek. Hát megörültem, amikor a itt élő görög katolikusok kifejezték azt a szándékukat, hogy ők is szeretnének velünk együtt ünnepelni, és szeretnének bekapcsolódni ebbe a centenáriumi ünnepségbe, és ezért kérték, hogy jöjjek ki, és itt együtt imádkozhassunk, együtt ünnepelhessünk. Ez volt a fő célja a jövetelemnek. A centenáriumi évadnyitó ünnepi beszédében azt kérte, hogy ez az év a kiengesztelésével legyen. Milyen üzenetet hordoz ez a kanadai magyarok, és azon belül a görög katolikusok számára? Lehet, hogy itt azért más tartalma van ennek a kérésnek, ennek a kívánságnak és vágynak. Mi görög katolikusok nagyon sokszor megéltük azt, hogy a nemzetek, a nemzeti érzések, a nemzeti felfogások ütköztek, és egymást ellenségeknek láttuk. És ezért fejeztem ki, fogalmaztam meg azt a vágyamat, hogy amennyire Mária Pócs összeköti ezeket a különböző népeket és különböző kultúrai embereket, úgy a mi egész Kárpátaljára kiható magyar-görög katolikusságunk folytassa ezt a hivatást, amely esetleg nézetkülönbségeket szült közöttünk, azokból próbálj meg kigyógyulni. Kaptam vádat érdekes módon, amikor én megfogalmaztam ezt, hogy ez a kiengesztelődés éve legyen, és én bocsánatot kértem egyházam nevében azoktól, akiket esetleg megbántottunk. Csak ezzel kezdődhet a kiengesztelődés, hogyha az ember először egyénileg is, közösségileg is önvizsgálatot tart, hogy mi miben bánthattunk meg másokat, és így remélhetjük azt, hogy akkor mások is megteszik ugyanezt a lépést. 100 év is maga az évforduló sok mindenre ad lehetőséget. A visszatekintésre, értékelésre, újításokra, változtatásokra. Hogyan látja az itt születő új generációk, és azon belül is a görögkatolikus vallási identitásuk megőrzésének lehetségét? Azt látom, hogy az itt élő magyarság száma fogyatkozik, a magyarság tudata egyre gyengül, egyre kevesebben beszélik a nyelvet. Ezek számára is megtartó erőt jelenthet az, hogyha a hitünkről nem feledkezünk meg, hogy a magyarságunkat megőrizzük, az identitásunkban őriz meg ez bennünket. Mennyire tartja fontosnak a magyar nyelven történő szent liturgia végzését, a nyelvet nem beszélő, de magukat magyarnak és azon belül görög katolikusnak tartó hívők tekintetében? Hát ugye mi évszázadokon keresztül küzdöttünk azért, hogy magyarul végezhessük a liturgiát. De megváltoztak az idők, és ittként látom azt, hogy a görög katolikusság, mint egy nagy olvasztó tégely, sok nemzetet gyűjt egybe. Ki milyen nyelven beszél, ki milyen szívvel gondolkodik, olyan szívvel és olyan nyelven imádkozzék. És az a fontos, hogy a templomban otthon érezze magát az ember, hogy az Úristennel a saját nyelvén tudjon beszélni. Az a fontos, hogy ezt tartsák meg, vagy találják sajátjuknak, és sajátjukként éljék meg, és használják. Az idén júliusban a centenárium év alkalmából zarándokút lesz Rómában.
Lesz ez arándoklat Kanadából? Igen, hallottam már most, hogy bizony lesznek olyanok, akik Kanadából is csatlakoznak ehhez a római zarándoklathoz. Abban is bízom, hogy nagy számú görög katolikus lesz ott kint, és nagyon örültem, amikor azt hallottam, hogy innen Kanadából is készülnek erre a római zarándoklatra. Július 3-án, 4-én, 5-én lesz, és megkaptuk a Szentpéter teret, 3-án délután 2 órakor ünnepélyes érkezéssel, motorral, kerékpárral, buszokkal gyalogosan fogunk érkezni a Szentpéter térre, és onnan pedig megnyitják nekünk a főbejáratot, és a magyar nyelven a doxológiát énekelve fogunk bevonulni a Szentpéter bazilikába, hogy ott Róma szívében Szentpéter katedrális, a Szentpéter pápai székének a tövében adhassunk hálát az Istennek.